Üdvözlök mindenkit! Elnézést a papírozásért, itt a konferencia végén már igazán nem szeretnék senkinek a idegeibe játszani, úgyhogy igyekszem az időhöz tartani magamat, és a csapongást elkerülni, amilyenkor egyébként nem könnyű. Úgyhogy néha majd a bankomra nézek. Egyfajta szintézését is szeretném adni annak a napnak, aminek ma mindannyian a tanulói lehetünk, és én is, édesapámhoz hasonlóan szeretném megköszönni a konferencia résztvevőinek és szervezőinek is azt, hogy a nagymamámról ilyen módon tudtunk megemlékezni. Nem sok nagymamáról tudunk ilyen módon megemlékezni, és ilyen sok mindent megtudni, akár azután is már, hogy elmond. Tehát alkalmazott matematikus, nagymamám alkalmazott bölcsész unokájaként szeretnék most pár gondolatot megosztani önökkel. Ezek személyes indítatás volt persze, de ezen a dimenzió túlmutatónak tűnik, hogy olyasmihez is van közük, ami mindannyiunkat érint, nevesen az önazonossághoz, az identitáshoz. Egy kis kitérőben kezdeném. Közvetlenül a halála előtt Hamlet Dán királyfi a következőt hagyja barátjára, Horációra, és vele érezzük rá a közönségre is, az ötödik felvallás második színében. The daddy said, hope me in thy heart, absent thee from felicity a while, and in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story. Nádas Diádán fordításában ez a következőként hangzik. Ha engem valaha szívből szerettél, hazd el még a megboldogulást, kínlódj egy nyers világban, hogy tanúskodj, ki voltam én. Hamletnek azért fontos, hogy elbeszéljék a történetét, mert fél, hogy rossz híve maradna, ha feledésbe merülne mindaz, aminek mi is a tanúi voltunk. Én azonban tovább mennék. A tét nem csak a jó hírnév az emlékezésben, hanem maga a név is. Ha úgy tetszik, az énség. Ahogyan Nádas Diádán fordítása is rámutat, ki voltam én, ki volt a nagymamám. Bizonyos értelemben tehát a létezés maga. Hű barátját, aki legszívesebben követi őt a sírba, a királyfi arra kéri, hogy maradjon még az élők között, hogy ne sérhessen. Hiszen az elbeszélés, annak a lehetősége, maga az emlékezés is csak az evilági létezés keretei között képzelhető el. Hamlet csak akkor lehet Hamlet, ha valaki elmeséli a történetét. A nagymamán Edith mama mindig szívesen mesélt történeteket. Történeteket unokákról unokáknak, történeteket a saját édesapjáról, például a már édesapám által is említett Tóth Kálmán kihívásokkal és újításokkal teli életéből címmel. A gyermekeiről, de a szakmájáról és annak művelőiről is. Ilyen elbeszélés az a könyv, amelyről már többen beszéltek. Ez ugyan 10 éve jelent meg, mégis avatatlanként úgy vélem, hogy a munkásság a végső szakaszának egyfajta korai összegzéseként is tekinthető. Miért volt fontos számára ez a sok történet? Miért fontosak a történetek úgy általában, különösen a családi történetek és a történetmesélés maga mindenkinek? Hogyan járulnak hozzá tehát az éjségünkhöz? Orvostó Noémi pszichológus 2018-as Örökölt sors című könyvében a következőképpen fogalmaz. A történetek a családok életében is fontos szerepet játszanak. Az akár 3-4 generáción keresztül is átörökített családi történetek nem csak a tagok közötti kapcsolatokat szilárdítják meg, de fontos üzenetértékkel is bírnak. Valójában, ahol érdekes, hol vicces, hol tragikus elbeszélések, egy egész hitrendszer közvetítői. A családtörténet úti kalauz az élethez. Megmutatja lehetőségeinket, probléma megoldási kulcsokat ad a kezünkbe, de arról is beszél, milyen elvárásoknak kell megfelelnünk. A történet a család nyelve, ami keresztül lefordítja tagjainak a világot. És a család fogalmát szeretném most tágabb értelemben, metaforikusan is használni. Hiszen a nagymamám olyan szerencsés volt, hogy nem csak a család tagjai, hanem egy egész szakma életútját is végigkísérhette, sőt, meg is írhatta. Így olyanoknak is tud mesélni, akik talán soha nem hallhatták őt. Valahányszor felütik a könyvét, ő most is mesélni kezd. Orvostó Noémi egy másik helyen, a már idézett könyvében a következő megállapítást teszi még. Önazonosságunk élménye is a családban kezd kibontakozni.
A családtagok állandó tükörfelületet jelentenek. Belenézünk a szemükbe, és meglátjuk önmagunknak. Miért fontos mindez a számunkra? Legyünk családtagok, barátok, vagy a szakmájának a művelői. Bárkik is vagyunk, önmagunkat legalábbis részben, az ősökben, régiekben kell keresnünk. Megtalálni azonban csak akkor fogjuk, ha meghallgatjuk, sőt újra elbeszéljük a történetüket, mint ezen a konferencián is, és ezáltal a saját történetünket is. Ilyen értelemben bármelyik szakma művelője, családtagjai tehát, mindenki, aki most jelen van. Akiknek érdemes megismerni és elmondani ennek a családnak a történetét. Ezen a tükörterületen szemlélve önmagunkat láthatunk teljessé, önmagunká. Csak is így tanúskodhatunk másokról, és egyszer sem önmagunkról, mint Hamletről, Horáció, hogy ki vagyunk mi. Tóth Árpád 1923-as versének az első két versszakát hadd idézzem még ide. Ezt a verset egyébként a már idézett könyvben is idézi a szerző. A kontextus kedvéért teszem hozzá, hogy 1923-as 6 évvel volt hamarabb annál, hogy az én dédapám Tóth Kálmán szabadalmaztatta családtagjaival együtt a csípőgépét. Tehát kortársa volt a költőnek. Tóth Árpád verse tehát az ősök ritmusát éppen kezdődik. Ember vagyok, új élet, új utas. Ki azt hiszi, friss titkokat kutas szűzös rintől, ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár vénutat. Sok régi ritmus, sűrű és boldog zajlás a test titkos mélyeiben, távol a fénytől, s mégis biztosan hibátlanul, s ős híreket üzen. Azt hiszem részben ezeket az ős mozgásokat, ős híreket keresve és értelmezve írta meg a nagymamám a könyvét, a könyvet, és végső soron ezért vagyunk ma mindannyian itt. Hogy elmondjuk az ő történetét, és így jobban megismerjük őt, aki a saját történeteink keresztül tulajdonképpen minket segít hozzá, hogy magunkat is jobban megismerjük, megértsük. Ilyen módon pedig még inkább otthonosan érezzük magunkat a világban. Azt hiszem, nagymamám azon szerencsések közé tartozott, akik hazataláltak itt a földön is még azelőtt, hogy végül megtértek az égi hazájukba. Köszönöm, hogy meghallgattak.